képviselő testület, szeretettel köszöntök mindenkit mai rendkívüli ülésünkön. Az ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Varga László képviselőt javaslom, hiszen legutóbb Szikai doktor úr, ha elfogadja és egyetértünk vele, most szeretünk. Igen, köszönöm szépen, egy tanulmányt elfogadtuk. A napirendi javaslat a kiküldöttekhez képest annyiban változnak, hogy harmadik napirendi pontként bejönne határozati javaslat a Tatarkányi Szivárvány óvoda és bölcsődei szakmai programjának továbbiasára. Negyediknek bejönne egy határozati javaslat ingatlanügyben, erővásárlások kapcsán, és az egyenes csúszna az ötödikre. Ha így megy vele, akkor aki el tudja fogadni, most szabadon igenne. Köszönöm szépen, elfogadjuk egyhangulat. Az első napirendi pontunk volt az apropója a mai ülésnek, hiszen ma van a határideje a közművelődési érdekeltség növelő pályázatnak, és milyen érdekes, hogy a legutóbbi ülésünk másnapján írták ki a pályázatot, tehát már nem tudtuk volna akkor ezt benyújtani, illetve arról dönteni. Ez minden éven szóba kerül, 300 millió forintot előirányozott rá a kormány. Idén is olyan 400 millió forintot tudtunk elkölteni a tavalyi nyerésből. Így, amit most pályázunk, pontosabban pályáznánk, az egy darab 3x9 méteres hátor, 3 darab 3x6 méteres hátor, 6 darab 3x3 méteres gyors hátor, és 20 darab sörpad garnitúra. Ha ezt összeadjuk, akkor 868 ezer forint értékű, ehhez lenne szükség 96.445 forint felfelé kerekítve 100 ezer forint növőre. Tehát, ha így el tudjuk fogadni, akkor majd ezt fogom megkérdezni a határozati javaslatban. Kérdezem, hogy van-e valakinek hozzáfűzni. Bármire, ami a közművelődéshez szükséges eszköz. Tehát volt már, hogy eszközöket, már akár informatikai eszközöket pályáztunk, motorokat, igen, a kamera is ilyen, úgyhogy hasonló. A lényeg az, hogy a közművelődéshez fel tudjuk használni. Most viszont azzal szembesültünk, hogy a rendezvényeinkhez hát sokat kell kéregetni másoktól ilyen eszközöket, hát legalább nekünk is legyen, ami annyit fog jelenteni, hogy lesz nekünk is, hogy mások fogják tőlünk kéregetni, mert hát amíg mindenkinek nincs annyi, amennyi kell, addig úgyis ez a kölcsön kéregetés. És egy kis műanyag szépen nem kérne bele? Hát akkor az a baj, hogy ennyi sem fogunk nyerni, tehát ennek körülbelül a felét fogjuk megnyerni. Lehet, hogy belefér akár egy későbbi módosításkor, de akkor meg sem tudom. Akkor összefélváról lehet tenni. Na jó, de hát azért kérdeztem meg, hogy mire lehet még pályázni, hogy tehát mi az a keret, amire számíthatunk. Hát egy 4-500 ezer forintra. Körülbelül a felére. De annak arányában csökken az önerőben. Hát persze. Persze önerővel kiegészíthetjük el, és akkor már persze, rögtön nem 900%-ot. Szívek 50-50. Igen. Na, akkor ha így elfogadja a képviselő testület a pályázat benyújtásán 100 ezer forint önerő biztosításával, ott szavazunk igennel. Köszönöm szépen, egyhangulat elfogadjuk. Második napirendi pontunk határozati javaslat anyakönyvvezetői feladatok ellátásával kapcsolatban. Itt egy jóváhagyó határozatot kérnék a képviselő testülettől, és be is fogom jelenteni a érintettségemet. A július hónap elején jegyző úrral megszereztük az anyakönyvi szakvizsgát. Ahhoz, hogy neki legyen elektronikus anyakönyvhez jogosultsága, azt én már tudtam engedélyezni, de ahhoz, hogy nekem is kérjenek hozzá jogosultságot, ahhoz a felettem munkáltató jogot gyakorló testületnek kell ezt jóvá hagyni, úgyhogy erre kérném a képviselőtestületet, hogy járuljon hozzá, hogy elektronikus anyakönyvhez jogosultságot kapja én is. Szeretne ehhez valaki hozzászólni?
akkor én magam nem fogok szavazni érintettségem bokán. Kérdezem a képviselőtestületet, hogy hozzájárul-e, hogy alpolgármester úr számomra az elektronikus anyakönyvhöz anyakönyvvezető jogosultságot igényelni. Köszönöm szépen, egyhangulat hozzájárul képviselőtestület. Harmadik napi rendi pontunk, itt viszont már jegyzőre fogom megkérni, illetve hát óvonevelhető asszony is körünkben van, hogy a bölcsődei szakmai program tekintetében, amelyet most szeretne, hogy jóvá adjunk, miről szól? Ezt már elfogadta egyszer a képviselőtestület augusztus hónapban, tehát tárgyalta, viszont azt tudni kell, hogy a bölcsőde működési engedélyhez be kellett küldeni véleményezésre. Ezt júliusban, vagy nem is tudom, amikor elfogadtuk, rögtön be is küldtük, csütörtökön és valami pénteken kaptuk meg a szakértőnek a véleményét, aki néhány dolgot észrevételezett benne. Azt mondta, hogy nagyon szép és nagyon jó az anyag, meg lehet nézni a jegyzőkönyvet, amit elküldött. Két dolgot kellett benne módosítani, jogszabályi hivatkozásokat kellett pontosítani, illetve a tárgyi feltételeket kell szintén pontosítani benne, hogy jobban az intézményre legyen formázva. Ennyi módosítás történt benne. Viszont ahhoz, hogy tovább tudjuk küldeni a szakértőnek, a testületnek ezt el kellene fogadni. Nem volt idő kinyomtatni, mert mondom, ez tényleg készült, és most tisztetőjeg jött, aki óvodavezető asszonyra, hogy minél hamarabb tudjon az óvoda működni, az szükséges volt ez most. Tehát lényegében egyszer már megtárgyaltuk, most a pontosítások után kell egy új határozat számít. Így van. Ki szeretne hozzászólni? Esetleg kérdés van-e óvodavezető asszonyhoz? Itt van, hát ugyanúgy egyet hallgatni. Még annyit szeretnék mondani, hogy október 1-től be fog indulni a bölcsöde, hogyha ezt elfogadják, akkor megkapjuk október 1-től a működési engedélyt. Már megvan a 12 fő, akit ki is értesítettem, hogy felvételre kerültek. Meg vannak hirdetve a zárások, két kisjelenet és egy bölcsödei dajka, ez is folyamatban. Köszönjük szépen! Szeretnél még valaki hozzászólni? Jó. Akkor frissítsük fel ezt a határozatot, ha már egyszer úgyis túl voltunk rajta. A tatartányi szivárvány óra és bölcsöde, bölcsödei szakmai programját jóvá hagyja a képviselőtestület. Igen szavazattal. Köszönöm szépen, egyhangulat jóvá hagytuk. Ja igen, egy ingatlanos kérdés volt. Csalogány utca 13 szám alatti ingatlant, Kis Imréné ingatlanát megvásárolni szeretnél. Hírosköré? Igen. A Kerszabzé, Pongrász Petinek a... Biószegi Erika. Bertalan Petra. Jó, jó. A P betű itt volt a számon, csak a Bertalan nem, úgy jó. Ehhez járuljunk hozzá az elővásárlási jog törléséhez, illetve a Honvéd utca 18 szám alatt alapítanánk egy elővásárlási jogot, amely feltételezhetően eladásra szánják. Ez egy miskolci személy, tavaly a feleség elhúnyt, és akkor valószínűleg vissza akarnak költözni. Szeretne valaki ez a két kérdéshez hozzászólni? Ez melyik a Honvéd utca 18? A Borbély István, akik a 16-ban, és a nem a Sarok, a Sarok meg közte. Kifelé van vezetve a csatorna. Igen, az a kis ház. Még azért vették meg, hogy mi soha szól kiálltak néha. Tehát nem jöttek itt soha. És azt most meghalt, hogy az egyik házasítás. Most azt mondja. Azt mondta, igen. Igen. Szerintem jönnök ott van. Nem jöttek itt semmi. De ebben mi a probléma? Semmi, tegyünk rá, hogy vásárlás jó. Utána hallani, mi lehet tőle. Igen. Megért. Na, ha nem szeretne már hozzászokodni másra, akkor elfogadjuk el az egyik törvést, a másik alapítást, elővásárlási jog tekintetében. Igen, szabadottal. Köszönöm szépen. Egyhangulag elfogadjuk.
dolgot találtam. Január hónapban a ügyeleti tagi kölcsön ügyébe lapozgattam a jegyzőkönyveket, és megtaláltam, hogy ugye 6 milliót szerettünk volna, de valahogy a kölcsön határozatban 5 millió forint került, de eleve tavaly is 6 millióra volt kiszámolva. Ugye ezt a elírást szeretném a kijavítanánk. Tehát a 15 per 2019-es január 21-i határozatunkat módosítanánk, hogy a tagi kölcsön összege nem 5, hanem 6 millió forint. Ki szeretne hozzászólni? Elfogadjuk-e? Igen, szavazattal kérem. Nem szavazat. Tartózkodás. Oké, egy nem szavazattal, egy hangú. Például azon túl igen szavazatokkal. Elfogadjuk. Nyilvános ülés egyebek napirendi pontjaiba szeretne valaki szólni. Nemes képviselő szeretne, tessék, karácsony. Két dolog van. Múlt héten megkeresett egy megyaszai úton lakó lakos, és felvetett egy nagyon jó dolgot, és ez nagyon összevágva óvodai bölcsőre életében. Az utóbbi időben vannak, akik nagy teljesítményű gépjárművekkel a megengedett 50 km/h sebesség fölött közlekednek a megyaszai úton, ahol az önkormányzatnak van egy óvodája. Felmerül benne az a lehetőség, hogy nem szándékozunk-e rendőröket lerakni az óra elé. Én úgy gondolom, hogy meg lehet csinálni ezeket a fekvő rendőröket, lehet venni zsákosan hideg aszfaltot is, és ha két fekvő rendőrt le tudnám tenni, akkor szerintem biztonságosabb lehetne a óvodának a környéke, mert nem csak este száguldoznak a fiatalok a óra előtt, hanem napközben is. Ha szülők hozzák a gyerekeket, viszik a gyerekeket, nem vagyok benne biztos, hogy nem egy ördögtől való dolog az, hogy lehetnánk két fekvő rendőrt. Még a válaszolások előtt. Ez lenne a javaslaton. Jó ötlet. Következő alkalommal meg mondjuk egyet a iskola utcánál. Az annyival nem veszélyes, mert nem alapjából a sarki telekről van szó, nem akkor a hatalmas sebességgel közlekednek úgy, mint ott a megyeszői úton az óra előtt. Óravezető véleményed? Szerintem a medző úr már éppen az árajánlatokat nézi, hogy mennyibe kerül egy ilyen. Nem az aszfaltos lesz a jó, hanem a becsavarozható, mert akkor nem kell megmondani az aszfaltot. Mert én úgy gondoltam, bemüvelezni aztán. Ha meg lehet csinálni saját erőből és saját munkából, akkor lehet, hogy olcsóban kiderül, mint kikerül, mint szóval tenni. A sebesség korlátozott távol egyrészt macerás, másrészt pedig nem veszik figyelembe. Nem macerás, mert mi utunk, de inkább ez, hogy nem veszik figyelembe. Most kitehetjük. Nagyon jó. Sebességkorlátozott távol majd most is kell. Sőt, figyelem felkeltő távol is menni, ott voltak már balesetek, elég súlyos karkányomnak és a hosszabb baleset viszont rá, hogy nem hiszem. Igen. Na de elve tudja, hogy 50-nel meg. De mondjuk ez a Rákóczi utcán is ugyanaz megy. Tehát Tiszaújvárosból szerintem nagyon bejött forgalomlassítónak az a négy, amit leraktak. Ott 30 van. Ott 30. Ha valaki nem akarja leharapni a nyelvét, akkor kénytelen szinte lépésben kell nekedni. Nem akarja, nincs hát össze. Hát azt nem tudom, hogy örös úton. Tarcalon is van a legszínső után benzinkút, azt szerintem. Akkor erről sok helyen van. Polgárosan erről. Szóval az van. Hát, ha akarom, szavazhatunk róla. Én javaslom, tehát. Nem nagy költség. Nem nagy költség, azért mondom, hogy mert hogyha szavazunk róla, akkor mondhatjuk azt, hogy belátható időn belül lesz belőle valami. Ez van egy határ.
határidős. Ez... Választás napja október 13. Ne az legyen, meg gondolom, vasárnap nem fogja senki. Nekem ebben a szavazóhelyiség, szerintem jó. Pont az a jó, mert akkor többen megjönnek. Igen, akkor furcálják le. Hamarabb elkészül. Igen. Jó, hát egyébként óvodavezető azt mondja, hogy fogja tudni naszogatni a végrehajtót, mert sejtem, hogy ki fogja kapni ennek a elhelyezési feladatát. Közel? Egész közeli rokonságban. Na, jó, hát akkor, ha egyetért ezzel a képviselőtestület, hogy az óvodánál helyezünk el sebességcsökkentő bordát, akkor szavazzunk, igen. Jó. Igen. Legyen akkor erről egy döntés, és akkor keresünk hozzá megfelelő. A másik hozzászólni valóm, szeretnék a elmúlt időszak polgárőr munkájáról egy kicsit beszámolni. Augusztus hónapban kétszer voltunk rendőrrel közösen egyik szolgálatban. A rendőr az ő Pofolics Máté volt, és mellé egy-egy polgárőr ült be. Az egyik Bodnár Károly volt, a másik meg Kristóf Máté. 18-án és 19-én a polgárőrök lakossági kezdeményezés után megvalósuló kerékpártároló építését végezték el az állomáson. Rá egy hét, amikor már a beton megkötött, akkor sikerült egy 10 darabos kerékpártárolót feliszerelni, aki jár az állomáson, majd látja, hogy tele van, magyarul igény van rá. Van lehetőség még egy következő ötnek a felszerelésére. Augusztus 20-án az ünnepséget a polgárőrség biztosította, valamint 30-án, 31-én a Lecsó Fesztiválon a polgárőrség 20 fővel vett részt. Én úgy gondolom, hogy a polgárőrök megtettek mindent a rendezvény biztosítása érdekében, és úgy tudom, a rendezvény sikeres volt. Azért elvártam volna, mint a polgárőrség elnöke, hogy valaki megköszönje a polgárőröknek a munkáját. Ez mind a mai napig nem történt meg. És a kollégáim, a polgárőrök ezt egy kicsit fájlalják. Nem biztos, hogy minden rendezvényen lesz rá energiájuk, hogy el fognak tudni segíteni jönni. Köszönöm. Első parancsol? Én annyit szeretnék mondani, hogy épp a számból vettek ki a sót, tehát én ezt szerettem volna megköszönni, de hát nyilván, hogy ügyesebb ember az megemlíthet másik a szóban is. Tehát mindenkinek meg szeretném köszönni, aki ebbe a fesztiválba akár jobbra, akár balra lépett azért, hogy ez megvalósuljon, mert hát járva itt a környék fesztiválja, itt ugye legutóbb Bekecsen volt, ugye a Csepergő esőben hátulról megkocogtattak, hogy egy bekecsi lakos, hogy hát a tiétek azért profi volt, mint az inkább Lecsó, a tiétek hús volt. Tehát ezzel a szemületettől profi munka volt, és ez nagyon a polgárőrök jelenét, a ruhája, a feszessége. Ugye nem lehetett téblából a polgárőrök látni, mert Bekecsen minden polgárőr az ugye az esőtől vagy valamit úgy hajladozott, és ez már kommentál tette az egészet. Tehát Harkányban minden profi szinten volt megrendezés. Hát ezt már meg is mondom, hogy a újságban, hogy a szerencsék szintén ezt megtettek. Ez egy profi rendezvény, profi rendezőkkel is, mintha kb. 12 csinálta volna a stár. Úgyhogy köszönet a polgárnak ezért a dologért. Még egy megjegyzés, hogy doktornak igaza van, hogy az előzőhöz, hogy maga a tábla kevés. Tehát olyan BMW, ami UZI 1 rendszáma, UZI 2, vagy UZI 1 rendszáma, annak az első szélvédő is le van sötétítve. Tehát nem lát ki. A táblát se látja. Ezért kell a döbbenés. Ennyi. Köszönöm. Szeretnél még valakit? Én megköszöntem a polgárőrök, és tényleg szuper volt a munka, mert itt aki volt itt egy biztonsági főnök, aki azt mondta, hogy minden ilyen megbeszélés előtt szoktak tartani egy ilyen közös megbeszélést, talán, hogy kiosztják a feladatokat,
és tapta harkányban nem kellett a polgárőrségnek kiosztani a feladatot, mert nem tudták. És egy emberként tették oda magukat, és én láttam az első este, hogy ilyen borzasztóan fáradtak voltak, és másnap, szóval minden elismerésem, hogy azon a tűző napon ott kint állni, és engedni be bennünket, hogy mi szórakoztunk, és ők pedig dolgoztak. És azt igaz, hogy én is hiányoltam, hogy amikor vége volt ennek az egésznek, akkor mindenki olyan héten eltűnt. Én gondoltam, hogy azért egy pohár sörre, vagy egy pohár itókára bejönnek, de én nem tudom, miért mentek el, biztos fáradtak voltak, vagy nem, mert nem tudom. Csak én vártam, hogy egy kicsit ott összejövünk, és akkor beszélgetünk, de hirtelen mindenki eltűnt, úgyhogy én elúton is még ezzel megköszönöm. És tényleg nagyon szakszerűen ment az egész, és mindenkinek a munkáját, akit hozzátette magát. Talán annyi, hogy amit mondtam, nem véletlenül mondtam, hogy kevés volt az ő hely, az első, akkor a Balázs Králi városon, mert egy időszak korosztályt érintett a dolog. A másnapi az állós volt, hiszen máshol is így zajlott le, de összességében véve egy nagyon jó összmunka volt. A polgárőrségnek kivette a részét, úgyhogy mi még egyszer köszönöm, és minden elismerésem azoknak, akik ott voltak, teljesen mindegy, hogy most két órát, két napot, de összesen, ahogy mondtam, 20 ember húzott. Ebből körülbelül, amit én észrevettem, az kb. 10, aki mind a két napon reggeltől késő estig ott volt. De legyen 12, tehát nem mind a 20, mert volt, aki csak úgy belépett szolgálba, de azért volt egy fag, aki az első pillanattól az utolsóig ott volt, úgyhogy köszönjük szépen. Igen, hát például, mint képviselőre. Három ember köszönte meg, a rendőr, a rendezvény biztosításáért felelő cégnek a vezetője, valamint Kovács András, aki az egészet védnökség alá. Szakmai emberek mondtak ránk jót. Jó, hát jó, akkor elmondom, mert én ilyen vagyok. Szóval általában úgy szokott az lenni, hogy amikor hosszú ideig valaki jól veszi a munkáját, akkor ez megszokássá válik. Tehát ez olyan természetes, hogy elvégezzük, ott vagyunk, és az itt jó. És ezt nehéz megszokni, hogy tényleg elvárják az emberek azt, hogy ha valamit csináltunk, akkor az úgy legyen megemlítve. Tehát, hogy a főszervező biztos az, mert az vitte el a legnagyobb dolgot, mert annak kellett ezt az egészet összerakni, megszervezni, betelefonálni, stb. Viszont a főszervező munkája azok nélkül, akik mondjuk a hivatal részéről is ott azok a lányok, amit összedolgoztak meg, amit mentek meg, még említetném a polgárőrségen kívül mást is, tehát anélkül ez nem jött volna létre, és nem lett volna olyan jó, hogy azt mondják például a szerencsiek, hogy ők nem is gondolták, hogy tartalak egy ilyen jó közbiztonság, mert féltek ide jönni. És akkor azt mondták, hogy hát itt semmi probléma nem volt, és tényleg nem volt. És ennyi ember főzött, ilyen sokan eljöttek. Hát én nem tudom, lehet, hogy én rosszul becsülök, de 3000 ember biztos, hogy volt egy-egy esti főrendezvényünkön. Körülbelül nem volt 2000. Jó, hát mindegy, hagyúrozunk egy kicsit, de nagyon sokan voltunk. Tehát nem volt ennyi, a Magna Cum Laude szerencsére nem voltak ennyien, mint nálunk. Ez biztos, mert ott voltam. És nagyon fegyelmezett volt a lakosság. Mert ezt is el kell mondani, hogy jó, hát ez az egy-kettő mindig előfordul, hogy összességében véve nagyon-nagyon szépen lement minden. Úgyhogy az egész településnek, sőt az ide érkező vendégeknek is köszönet. Szeptember 20-án a hagyományos ősz közepi közszolgálati dolgozók napjának szoktuk hívni, de valójában mindenki, aki a közszolgálatában részt vesz, erre meghívást kap. Úgyhogy ez lesz annak a napja, amikor személyesen mindenkinek, aki ebben részt vett, a köszönet át lesz nyújtva. Úgyhogy nem biztos, hogy ez a kikövetelési szerencsés elhangzott, mert lehet, hogyha én ezt most hamarabb elmondom, akkor nem biztos az, hogy nekem két hetig kell várni arra, hogy a 76 éves polgárőrnek valaki azt mondja, hogy köszönöm. Hát így fogok találkozni mindenkivel, és hadd lesz egy ilyen alkalom, amikor
mindenkivel fogunk tudni találkozni. Egyébként ez ja, korábbi években is így csináltuk, és tegyem hozzá, ez egy szerencsi modell. Tehát körülbelül szerencsén is ilyenkor a Csoki Fesztivál után néhány héttel van egy leülés a Márkertben, amikor ott van mindenki, és egy tál étellel, egy készfogással, egy kocintással ezt a közt érintő önkéntes tevékenységet, meg nyilván azokét is, akik ott munkaviszonyban voltak, meg fogjuk köszönni. Másik dolog, még nekem van egy egyebekbe, de még arra akar szólni. Én leszek az állat. Remélem, nem veszik tőlem senki rossz néven, hogyha a lakosság részéről is elmondom a köszönet szavait. Ugye, amit mi éreztünk ebből, az tényleg az egy jó szervezettségre utal. Nyilván voltak, mert mindenhol vannak még finomítani valók, de hát bízunk abban, hogy ezt majd jövőre, amikor már 801 évesek leszünk, akkor ezeket majd még lehet finomítani. Legalábbis a bejegyzés. Így van, a bejegyzés. Hát azt mondom, hogy jól érezte magát mindenki, és ami figyelemre méltó volt, hogy Tatarkának az a kicsit intellektuálisabb része képviseltette magát minimum többségben, és nem kellett tartani semmilyen atrocitástól, mert biztonságban érezte magát mindenki. Jó, hát voltak ilyen apró összezördülések, de hát azt egy nyaklevessel helyen közben helyre lehetett tenni a csápoló tömegben. Úgyhogy nézzem azt hiszem, hogy megköszönhetjük mindenkinek a munkáját, aki ezért tett. Még egy dolog lenne ezzel a fekvőrendőrrel kapcsolatban, mert nem adja a csőrömet, hogy én azért nem lennék olyan biztos ebbe, bár a határozat megvan róla, hogy ez ilyen hamar sikerül meg élve jutni, mert ugye az iskola utcáján már várjuk egy ideje a fekvőrendőr megjelenését, és még ott mindig nincsen. Ahogy az iskola... De álló rendőr most van? Hát igen. Tehát ahogy az iskola tornatermét is várjuk, hogy prognosztizálva volt már a tavaly október 12-i közmeghallgatáson, hogy vagy 19 nyara, de még van egy lehetőség a 2020 nyara, amikor ez még megoldásra kerülhet. És ha már fekvőrendőrre tartunk, én azt mondom, hogy ne korlátozzuk le a Megyasszony utcára, meg a iskola utcára ezeket, mert valójában minden utcán megvan rá az igény. Ott az Árpád utcán, Attila utcán, ahol én is lakom, mert ott volt már ott egy eset a fiammal történt, hogy ő ott beszélgetett kint, és még a delikvensnek állt feljebb, hogy ő szerintem ment vagy 120-szal, tehát ott elkezdett fékezni előttük, és valahol Karcsi bácsiék előtt állt meg ott húzva végig a féknyomot a műszakilag megkérdőjelezhető Suzuki-jával, gumiabroncsokkal, ami szerintem nem is gumiabroncs volt, hanem valami műanyag kerék lehetett, és neki állt feljebb, hogy ők ott beszélgetek, de hát megelőzve azt, hogy ebből tragédia nehogy legyen. Tehát én azt mondom, mindenhova el kellene ezzel gondolkozni, hogy fekvőrendőröket kell tenni, mert másképp ez látható, hogy ezt nem lehet megfékezni. Tehát még nem is kell hozzá egy nagy teljesítményű BMW, hanem egy kis 1001-es Suzuki-val repesztenek is. Köszönöm szépen! Köszönöm én is! Úgy tudom, hogy a tankerületnél volt bontás, tehát szerintem aláírják a szerződést, úgyhogy nem kell két... Hát a befejezésig biztos kell 2020 nyarára várni, de idén ősszel el fog kezdődni. Úgyhogy eljutottunk ide, hál' Istennek, az iskola felújítása. A fekvőrendőröket megnézni. Szeretném még valaki szóval. Én nélkül. Nem tudom, biztos képviselőtársaim emlékeztek, hogy megalakítottuk egyszer a
régebben már a Települési Értéktár Bizottságot, aminek, aminek az elnökévé akkor engem választottatok meg. És tulajdonképpen ez a bizottság még semmi munkán nem nézett a településen, hiszen nem is tudtuk, hogy mi ez, hogy nyúlunk erre a kérdéshez, és kaptam egy meghívást a Magyar Értékek Napjára, ami szeptember 7-én volt, és polgármester úrral ketten fenn voltunk, és most már gyűjtöttünk tapasztalatot, már tudjuk, hogy mit kell csináljunk, és én nagyon örültem, mert a Vigadóban volt ez, és én még ott nem voltam. Úgyhogy most már teljes erőben mással hozzá fog fogni ez a munkához, és remélem, hogy számíthatok mindenkinek a segítségére is. Hogyha emlékeztek, akkor ezt a bizottságot megalakítottuk, és a Lanródi polgármester úr is volt, és mondta, hogy náluk a képviselőtestület a bizottság tulajdonképpen, mert sokkal egyszerűbb ezt a dolgot így megvalósítani, úgyhogy jegyzőről felé tennék egy indítványt, hogy majd ezt az értékelőtösságot tegyük át a képviselőtestületi hatáskörbe. Tehát ez nem azt jelenti, hogy a bizottságban nem dolgozhat külsős ember, mert annak kell legalább egy öt tagú, de ami dönt ezekről az értékekről, az jobb lenne, hogy a képviselőtestület lenne a mindenkori képviselőtestület. Úgyhogy ezt a jövőre nézve mondta, tartsuk szemben. Köszönöm szépen, hogy részt vehettem ezen, és sok tapasztalatot szereztem, úgyhogy teljes erőben válsan neki fogok fogni ennek. Akkor már csak én, de egy mondat csak, bocsánat, akkor én bejelentéssel szeretnék élni. A esti gimnázium beindítja évét. Ma van az első tanítási nap, 12. osztály 28 fővel, 32 fővel, a 11. osztály nagy örömre szolgál. Óriási munka volt ennyi embert összetoborozni a környékről. Örültem is, hogy az ismerettségemet labdatévébe dobva a környék településeit megkeresve, megszondázva, sikerült ennyi embert összeszedni. Új épületünk lesz lassacskán, a remélem egy-két hét múlva a Magtárunkra, gyönyörű, megújult épület, úgyhogy megfelelő körülmények között fogjuk tudni ezt a oktatást végezni. Köszönöm szépen! Köszönöm én is! A héten új kukákat fogunk osztani. Holnap reggel kimegy erről a szórólap, és holnap utántól új 120 literes, illetve 60 literes szürke kukák, ennek a vegyes hulladékot fogják hivatottak szolgálni, új matricákkal, a régiek nem lesznek innentől érvényesek. A kék kukákkal pedig azt tervezi a szolgáltató, legalábbis ezt mondták, még erről nincs hivatalos tájékoztatás, hogy a zöld hulladék tárolására lesz alkalmas. Hát, nyilván, aki ügyesen fogja alulra a szárazat tenni, nem a nedveset, akkor valószínű ki is fog belőle jönni, de aki mondjuk a sűrű, nedves hüvet beteszi alulra, lehet, hogy nem fogják tudni kirázni belőle. Mindegy, hát majd ki kell próbálni. A lényeg az, hogy ez elindul. A 60 litereseknél a felülvizsgálatot el kell végezni, ezt jegyző úr valószínű holnap el is végzi, és aki egyedül lakik egy háztartásban, az jogosult 60 literesre. Aki nem egyedül lakik, ahol többen laknak, ott a 120 literesre jogosult, ezt fogják tudni a kollégák szerdától osztani. Tehát holnap kimegy a szórólap, tájékoztatás, hogy szerda, csütörtök, reméljük két nap alatt, akár három, tehát a héten megtörténhet ennek a kiosztása. Nagyon ragaszkodik hozzá az EHK, hogy mi helyszínen osszuk, mi meg megpróbáljuk úgy, mint a sárgát, hogy házhoz visszük, mert akkor legalább ki lesz osztó. Bizonyára sokkal lassabb, ha a lakos jön el, és akkor elviszi, bemér rá, meghatalmazás, húzza, mondja. Pörgősebb lesz, ha mi osztjuk, legfeljebb, akit nem sikerül elérni másodszori felkeresésre, aznak majd itt lesz. De hát a sárgát is két-három nap alatt ki tudták a kollégák osztályból. Akkor nyilvános egyebeket én zártam? Igen. Köszönöm szépen. Jegyzőnál van még itt zártülésre való kérdés. Reméljük, hogy 5 perc alatt végünk, és 4 órától térhetünk át a következő.